Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, a Sárvári Televízió Hírek 7-kor című közéleti magazin műsorát látják július 8-án. Az elmúlt napok legfontosabb helyi történéseiről készített tudósításokkal, ajánlókkal és helyi vonatkozású sporthírekkel jelentkezünk. Elsőként következzen mai adásunk képestartalomjegyzéke. A Sárvári Kórház munkatársainak szervezett ünnepséget Sárvár város önkormányzata a Semmelweis nap alkalmából. A Fidesz frakció tagjai sajtótájékoztatón értékelték a júniusi képviselőtestületi ülésen történteket. Újraindult a közéleti kávézó rendezvény sorozat az MSZP és a Híd a Jövőnkért Egyesület szervezésében. 5. alkalommal várta kézműves tábor a gyerekeket a Nádasdi Vár Művelődési Központ és Könyvtárban. A Nádasdi Ferenc Múzeum szezonnyitó éjszakája adott otthont a Top 30 múzeumi borünnepnek. Benkő Sándor Földemberek című kiállítása nyílt meg június 30-án este a múzeum vártornyában. A Sárvári Galéria Árcizban látható Tahin Gyula fotóművész Földrajzok című kiállítása. Jól indult a nyár a Sárvár FC-nél, labdarúgó tábort szervezett általános iskolás gyermekeknek. A sárvári Kinizsi Kékgolyó Teke csapata második lett az NB2-es bajnokság nyugati csoportjában. A Sárvári Szent László Kórház munkatársainak szervezett ünnepséget Sárvár város önkormányzata a Semmelweis nap alkalmából. Itt kerültek átadásra a város által adományozott egészségügyi ágazat kitüntetései. A Semmelweis nap alkalmából a Városházán tartott ünnepségen köszöntötték az egészségügyi dolgozókat. Kondora István polgármester köszönetet mondott az orvosok, ápolók, asszisztensek áldozatos munkájáért, és kitüntetések átadására is sor került. Szegedi Körös Gáspár érdemében kitüntetést vehetett át dr. Szabó Gyula, a Szent László Kórház szakorvosa, az emberek gyógyulása érdekében végzett, magas színvonalú, segítőkész, humánus, orvosi, több évtizedes etikus, korrekt és következetes szakmai munkájáért. Pályája csúcsán lévő embernek, ember munkájának az elismerése ez, és tulajdonképpen azt akarom mondani, hogy megérdemeltem, mert mindig rendesen, becsületesen, tisztességesen, a kornak megfelelő szakmai tudással, hozzáállással gyógyítottam a betegeket, és hát remélem még a továbbiakban is. 67 éves koromban nyugdíj mellett még, ameddig az egészségem engedi, addig fogok segíteni a sárvári lakosságot. Az önkormányzatnak meg különösen köszönöm szépen. A gyógyító munkához az orvosnak erőt ad a gyógyult beteg köszönete. Az életem során a betegekkel való kapcsolatomban keresendő, hisz én is hiú ember vagyok, és hát nem mindegy, hogy amikor a városba vagy akárhol sétálok, akkor az emberekkel találkozom, és mindenki szeretettel köszönt vissza, köszöntök én. Sokszor nem is ismerem nevét, nem tudnám megmondani, csak hogy már találkoztunk, és akkor mondja mindig, hogy doktor úr, hát 15 évvel ezelőtt, amikor megoperált engem, akkor milyen jót tett velem, és hát tulajdonképpen én már arra nem emlékszem, erre a 15 éve esztendőre, de rettenetesen jól esik. Szintén Szegedi Körös Gáspár érdeméremben részesült Kort Zoltánné, a Szent László Kórház orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikusa. Farkasné Herceg Krisztina, a kórház fizioterápiás szakasszisztense, és Németné Zelizi Erika, a Szent László Kórház szakápolója, kimagasló szakmai munkája elismeréseként. Az önkormányzat közszolgálati érdemérem kitüntetést adományozott Szíbert Andrásnak, Bicó Imrénének és Ágostó Jánosnak. Az önkormányzat Vancsura Miklósnak, a Szent László Kórház főigazgatójának, a Sárvári Kórház tevékenységének megújítása, a betegellátás magas színvonalú megvalósítása érdekében végzett, a betegek és a dolgozók érdekeit egyaránt szem előtt tartó, kimagasló vezetői munkájáért, Sárvár városért érdemérem kitüntetést adományozott. Jól esett az elismerés az önkormányzat részéről. És hát nyilván az ember végig gondolja azt, hogy
10 év óta itt vagyok, és hogy igazából mennyi minden dolog kötődik a nevemhez, és utána az embernek rögtön az összéből hálát is ad a Jóistennek, vagy édes Istenem, hogy megsegítettél abban, hogy amiket csináltam eddig, az mind sikeres volt, és mind szerencsés. Ez egy nagy felelősség volt. 2007-ben az a pillanat, amikor a város küzdött a kórházáért, akkor letenni egy olyan szakmai programot külső tanácsadóként Sárváron is és Kapuváron is, amelyik nem azt az irányt követte, ami az akkori harcos irány volt, hogy mindenhova egy aktív kórház, meg ide nekem a sebészetet is, meg a nem tudom én a aktív kórházakat is, hanem egy olyan működőképes struktúra megfogalmazása, amelyik pénzügyileg és jövőképileg a kórház számára szerintem meggyőződés sem volt, hogy ez biztosítani fogja. Hát ezt sikerült megfogalmazni, ezt sikerült elfogadtatni a várossal is, hisz tulajdonképpen a város vezetéssel, a Dénes Tibor akkori polgármester úrral egy hullámhosszabb voltunk ebben a kérdésben, és szerencsére mindig emlegetem, hogy Kapuvárral is egységben voltunk, és most megint hadd mondjak egy olyat, hogy mindenhol régi kereszténydemokraták voltak a testületben is, Sárváron is és Kapuváron is. És hát segített a kölcsönös bizalom, az egymás megbecsülése, tisztelete, hogy ez jó lesz, amit én megfogalmazok, vagy amit közösen megfogalmazunk, mert ebben nyilván közös dolog volt, de hát volt azért ebben egy csomó olyan szakmai érv, amit mondjuk én nagyon markánsan képviseltem. És hát utána ez elkészült, és akkor jött a következő nagy lépés, hogy vajon most, hát feltöltjük ezt tartalommal. Épült egy épület, elkötöttünk egy milliárdot, aztán még egyet ugye itt Sárváron, Kapuváron is még egyet. Hát akkor most megsikerül ezt tölteni tartalommal. Csak a következő nagy kérdés volt, hogy sikerül-e megnyernem olyan orvosokat, akik ide jönnek dolgozni. És ez sikerült. És ezek az orvosok itt vannak, és a országos hírnévre tettek szert. Mancsura Miklós a kórház jövőjéről úgy fogalmazott, hogy a magyar egészségügy elért oda, hogy a jó teljesítő intézményeket is elismerik. Így a Sárvári Szent László Kórházhoz annyi fejlesztési támogatás érkezett idén, mint még eddig soha. A Fidesz frakció tagjai sajtótájékoztatón értékelték a júniusi képviselőtestületi ülésen történteket. Aktuális témákról is beszámoltak az ülést követően, így többek között arról, hogy tovább nőtt az életmentő félautomata defibrillátorok száma a városban. A Sárvár FC telephelyére és Rába Sömjénbe, a Taravisz Kft. Üzemébe is került életmentő készülék. Márti Vadar alpolgármester volt az előterjesztője a testületi ülésen annak a konzorciumi megállapodás tervezetnek, amely a Vas megyei önkormányzat, a Magyar Közút Nonprofit ZRT és a Sárvári önkormányzat között jött létre a városrészeket összekötő kerékpárutak fejlesztésére. Amely itt Sárváron kettő fejlesztést is jelent egyben. Egyrészt a Sárváról a Rába-Sömjén felé kimenő kerékpárútnak a fejlesztése, a másik pedig a Szombathely út mellett, tehát ahogy Bögötről ugye rákanyarodunk a Sárvár bekötő útra, és a Katalin utcáig, ameddig tulajdonképpen tartott körülbelül a kerékpár út, annak a tovább vezetéséről van most szó. A konzorcium a TOP keretében nyert mintegy 265 millió forintot a városrészeket összekötő kerékpárutak megépítésére. A MÁV-val, mint a pályázat negyedik résztvevőjével egy jelképes bérleti szerződést is kellett kötni a területeinek használatára vonatkozóan. Most ott tartunk, hogy a tervezés folyik. Épp amiatt, mert hogy elég bonyolult ez egy lassú tervezési folyamat, és főleg a MÁV miatt nagyon sok szempontra kell figyelni. El fog készülni a terv, aztán utána jön egy közbeszerzési eljárás, és majd akkor a jövő évben, tehát én azt gondolom, hogy a fizikai megvalósításhoz majd valahol jövő évben. Az idei év az arról fog szólni, hogy az adminisztrációt megpróbáljuk lekezelni. Még azon is túlmutat egyébként a feladat, tehát létre kell hozni egy úgynevezett megyei kerékpárforgalmi tervet, amely valamelyest így nagyobb ernyő szervezetként, vagy kicsit ernyőként tekintve fogja majd kezelni a Vas megyei kerékpárhálózatot.
és ezért is egyébként az oka az, hogy a megyei önkormányzat benne van ebben az együttműködésben, hogy azok a kerékpárutak, amelyek fejlesztésre kerülnek a megyében, azok valamelyest mégiscsak összefüggő rendszert tudjanak alkotni. Varga Jenő tanácsnok, önkormányzati képviselő a hegyközségi ingatlanok belterületbe vonásával kapcsolatos testületi döntésről tájékoztatta a lakosságot. Nem csak a Felsősősorné úton, hanem az hegyben több helyen újra módosítva lett a belterületi határvonal. Ez azt jelenti, hogy akik a zárt kertet átminősítették zárt kertnek nem minősítő ingatlannál először, most ha a belterületi határvonalhoz érkeztek, ők újra kérhetik a belterületbe vonást. Ez iránt érdeklődjenek az önkormányzatnál, és úgy megmondják, hogy most az új belterületi határvonal hol húzódik. Varga Jenőt arról is kérdeztük a sajtótájékoztatón, hogy várhatóak-e további fejlesztések a hegyközségben. Az egyik, hogy is mondjam, legjobban fejlődő része a városnak, de kell is, nagyon sok fiatalnak nyújt olyan lehetőséget, hogy házat tudjon épülni, és ott a jövőjét meg tudja alapozni. Természetesen megy tovább a csatorna, nagyon örülök neki, mert egy alapvető gond mindenhol a Szennyvíz csatorna. Továbbra is lesz igényünk Szennyvíz csatornára, ezért is kérem visszakanyarodva az első gondolathoz. Csak úgy tud az önkormányzat pályázni, például Szennyvíz csatornára, a lakóhely belterületbe esik, és akkor lehet pályázni Szennyvíz csatornára belterületen. Zárt kertbe, és a zárt kertnek nem minős ingatlanán nem. Útépítés is több helyen bonyolódik, de legjobban most két helyen Lánkán, a Vakbottyán utca készült el, elkészült a Vasút utca, úgy tudom. Most azon kívül, ha már kicsit visszakanyarodunk teljesen a körzetünkhez, akkor a Madács utcában a csapadékvíz elvezetés, hát olyan 95%-os, folytatódik az Óvár utcában szintén a csapadékvíz elvezetés hitfejeknek a készítése. Szabó Zoltán önkormányzati képviselő mentőtiszt a testületi ülésen számolt be arról, hogy újabb két defibrillátort helyeztek ki a városban. Nagyon öröm számomra, hogy tovább bővült az életmentőpontok száma Sárváron. Ezzel a két új készülékkel 16-ra emelkedett. A két hely az a SFC pálya, illetve a Sömjénbe, a Sömjéni városrészbe a Taravisz Kft. Telephelye. Hogy hol tartunk? Hát szerintem országos szinten nem nagyon van olyan település, ahol lakosság számra kivetítve ennél sokkal jobban állnak, mert ez azt jelenti, hogy a 15 ezeres városba a 16. készülékkel rendelkezünk, ami gyakorlatilag bárki számára hozzáférhető, úgyhogy 1000 alatt van most már az a lakosság száma, ami után van egy ilyen életmentő pont a városban. Önmagában ezek nem sokat érnének, viszont ahogy látjuk a városba, nagyon jól ráépülnek a környező üzemekbe, közintézményekbe az újraélesztés oktatással kapcsolatos ismereteknek az elsajátítása, amit nem ilyen kötelező jellegűnek látok a résztvevők részéről, hanem tényleg tudatosan magukat motiválva sajátítják el a szükséges ismereteket. Szerintem nem győzöm hangsúlyozni, hogy a defibrillátor az egy nagyon fontos eszköze az újraélesztésnek, de magát a mechanikus tevékenységet nem helyettesíti. Szabó Zoltán végezetül elmondta, a defibrillátor használatával kapcsolatban egy dologra kell figyelni, hogy a készülék utasításainak a használó maradéktalanul tegyen eleget. Újraindult a közéleti kávézó rendezvénysorozat. Június 29-én hívta beszélgetésre és fórumra az érdeklődőket az MSZP és a Híd a Jövőnkért Egyesület. A téma az önkormányzatok jövője, a demokrácia, a sajtószabadság és a sport volt. Az MSZP Híd Egyesület közös fórumának vendégei Fehér László, Celdömölk polgármestere és Klampár Tibor, Európa és világbajnok asztali teniszező, a celdömölki VSS Vitelszki asztali tenisz csapat vezetőedzője voltak. Házigazdaként Szabó Lajos és Németh Zsolt önkormányzati képviselők köszöntötték a megjelenteket.
Mai napon Fehér László úrral, Celdömölk polgármesterével meg fogjuk vitatni az önkormányzatiságot, annak a jövőjét, és ezen túlmenően természetesen a sajtószabadságról és a demokráciáról is fogunk szót ejteni. Azt gondoljuk, hogy 90-ben az emberek egy nagy várakozással tekintettek mindarra, amit szabadságként megélhetünk, és tulajdonképpen a tanácsi rendszerből mára hát egyfajta visszafejlődésnek lehetünk bizonyos szempontból tanúi, és erről akarunk gyakorlatilag objektív szakemberekkel beszélni. A közéleti kávézó fórumsorozat egy ideig szünetelt, most újraindult. Ennek okairól Németh Sándor, az MSZP helyi szervezetének elnökségi tagja beszélt. A sorozat történet a 2000-es évek közepére nyúlik vissza, amikor is a Beszéljük meg nevet viselt a rendezvénysorozat. Mostanára úgy érezzük, hogy ismét sok dolog van, amit szükséges megbeszélnünk, ilyen például a sajtószabadság, az önkormányzatiság vagy éppen a sport kérdése. Erre a visszatérő rendezvényünkre ezerint hívtuk meg vendégeinket. Ősztől ismét tervezzük, hogy elindul ez a sorozat, akkor már inkább szélesebb körű közéleti témákkal, mint például az egészségügy vagy nyugdíj kérdése. Vendégeink akkor országosan ismert és elismert baloldali közéleti szereplők és politikusok lesznek. Fehér László 1994-től önkormányzati képviselő, 2002-től polgármester Celdömölkön. Úgy látja, hogy 2010-től folyamatos feladatvesztést kell megélniük az önkormányzatoknak, rengeteg feladat átkerült az államhoz. 1990 után mindenki azt mondta, hogy rengeteg feladatot rátettek az önkormányzatokra, hogy nem biztos, hogy szerencsés volt, hogy egy területi ellátású kórház hozzátartozott, meg akár egy járási feladatot ellátó szakmunkás vagy szakközépiskola. Én most úgy érzem, hogy egy kicsit átestünk a ló túlsó oldalára, mert hiszen most már azon kívül, hogy az egészségügyi, tehát akár a járóbetegellátás, ami azért lehet, hogy egy önkormányzatnál lehetne, vagy éppen a szakmunkásképzők, szakközépiskolák, gimnáziumok, általános iskolák, zeneiskolák, ezek mind állami fenntartásba kerültek, viszont ez azért jobb lenne, ha sokkal közelebb lenne az önkormányzatokhoz, és hát azt lehet hallani, hogy a következő ciklusban esetleg olyan tervek vannak, hogy az önkormányzatoktól még az építéshatóság, az okmányiroda az átkerülne, akkor az úgynevezett anyakönyvvezetés, illetve mellette még akár már a közétkeztetésre is van szó, hogy hiszen most pillanatnyilag azért az óvodai, általános iskolai vagy idősellátásban levő közétkeztetés az önkormányzatoknál van. Én úgy gondolom, hogy magyarok mi arról híresek vagyunk, hogy a két véglet között nem találjuk meg a középutat, mert biztos, hogy 90 után volt egy olyan útkeresés, de most 2010 után az önkormányzatoknak nagyon szűkül a feladata. És megint más azért egy város, ami mondjuk egy 10 000 fő fölötti város, vagy egy megyejogú város, vagy egy megyeszékhely, de hogy a falvaknál mérhetetlen nagy feladati szerepvesztés van, az biztos, és szerintem ez nem jó, mert ebben mégiscsak a demokrácia csorbul. Fehér László polgármester örömteli hírről is beszámolt, hiszen Celdömölk a területi operatív program keretében mintegy 1 milliárd forintnyi támogatáshoz jut, amely újabb fejlesztések megvalósítását teszi lehetővé Celdömölkön. A közéleti fórum további részében Klampár Tibor, Európa és világbajnok asztali teniszező elevenítette fel sportsikereit. Szólt arról is, hogy a celdömölki VSS Vitelszki asztali tenisz csapat, amelynek vezetőedzője, eddig az Extraligában 7 aranyérmet szerzett, idén a bronzéremig jutott. Idén India és Szent Iván találkozott a csónakázó tónál a június 24-én szervezett vízparti programok során. Az új találkozási pontnál található Móló színpadon és környékén a hagyományos éjszakáig tartó tópartin volt csónakos felvonulás, tűzijáték, napközben pedig népi játszóház, élőbábos komédia és koncertek várták az érdeklődőket. A nyári napfordulós műsort az indiai Pandit Murari Lal Sharma csoport Ras Lila táncelőadása nyitotta. A Ras Lila egy igen népszerű észak-indiai művészeti forma, amely Uttar Pradesh államból, Braj vidékéről ered. Folk műfaj, amely egyesíti magában a klasszikus indiai zene, tánc és dráma elemeit. Az indiai nagykövetség 14 magyar városban szervezett a Nemzetközi Jóga Naphoz kapcsolódva eseményeket, ezek vasi helyszíne volt Sárvár. 5. alkalommal várt a kézműves tábor a gyerekeket a Nádasdy Várművelődési Központ és Könyvtár szervezésében június 26-a és 30-a között. Az egyhetes foglalkoztatón 32 vakációzó diák vett részt. A tábor először 2013 nyarán nyitotta meg kapuit a 6-10 éves fiúk és lányok előtt. Azóta nyaranta egy-két alkalommal hirdetik meg a szervezők, a célközönség pedig örömmel tesz eleget a meghívásnak.
Annyit kell tudni erről a táborról, hogy ez egy hiánypótló jelleggel kezdődött igazándiból, és folyamatosan bővítettük a programkínálatokat, a foglalkozásokat, tehát elsősorban kézműves táborként hirdetjük ezt a tábort, amit természetesen kiegészítünk itt a váron belüli különböző programokkal, tehát nagyon fontos célunk az, hogy a gyerekek megismerjék a különböző intézményeket, amelyek itt működnek, ezen kívül mindig szervezünk kirándulásokat, a környékbeli értékeket ugye megtekintjük. Például most ezen az alkalmon tegnap Szelestén voltunk, Szelestei Algaitumban. Ezen kívül ugye mindig tartunk kézműves foglalkozásokat, akkor mindig közösen készítünk valamit, kürtös kalácsütés, ami nagyon népszerű. A táborlakók közül a legifiabbak az óvodák nagy csoportjaiból érkeztek, a legidősebbek pedig szeptemberben már az általános iskolák felső tagozatát erősítik. Mivel ez a tábor is éppen kis jubileumát ünnepli, több olyan gyerek is van, akit már visszatérőként üdvözölhettek a szervezők. Az én nevem Németh Bálint, és azért jövök ebbe a táborba, mert nagyon jó kézműves foglalkozások vannak, és mindig nagyon jó programok. Az én nevem Kondora Sára, és én azért jövök mindig ebbe a táborba, mert itt mindig nagyon jók az alkotások, meg a gyöngyfüzés, meg a kincskeresős, itt minden jó. És milyen a hangulat, milyen a társaság, hogy érzitek magatokat ez alatt, az egy hét alatt? Nagyon jó. Nagyon jó a hangulat. Tényleg nagyon jó. A tábor hétfőtől péntekig reggel 8 és délután 4 óra között biztosított színvonalas programokat az érdeklődőknek. A hangsúly természetesen a kézműves foglalkozásokon volt, azok különböztették meg ezt a lehetőséget a többitől. Nagyon fontos az, hogy különböző alapanyagokat biztosítunk, minden napra van egy dolog, amit készítünk, különböző anyagokat biztosítunk ehhez, és a gyerekek végeznek el minden aprólékos munkát, természetesen a mi irányításunkkal, és ugye ennek az a lényege, hogy minden napnak a végére legyen valamilyen készproduktum, amit ugye haza is tudnak vinni magukkal. Ezen a héten többek között például foglalkozunk agyagozással, akkor dekopás technikát tanulnak a gyerekek, gyöngyfüzést, és különböző ilyen hasonló dolgokat. A gyerekekkel egyébként Németh Renát, a főszervező mellett a művelődési központ munkatársai, egy pedagógus kolléga, valamint közösségi szolgálatot teljesítő középiskolás diákok foglalkoztak mindenki megelégedésére. Június 30-án a Nádasdy Ferenc Múzeum szezonnyitó éjszakája adott otthont a Top 30 múzeumi borünnepnek. Az est folyamán mozgó programokkal, borsétával, borpontokkal várták a vendégeket. Az ízfelhozatal idén a Nádasdy Történelmi Fesztivál borversenyén résztvevő 6 borvidék 39 pincészetének 91 bora közül került ki. A vendégek pedig egyetlen éjszakára megismerkedhettek a legjobb 30 tétellel a múzeum történelmi falai között barangolva. Az ünnepélyes megnyitóra 19:30-kor került sor. Takács Zoltán Bálint múzeumigazgató köszöntötte a vendégeket, majd elmondta, a múzeum egy vendéglátóhely. Az este folyamán céljuk, hogy ezt megmutassák. Köszönet a Nádasdy Történelmi Fesztivál szervezőinek, hogy megkeresték a múzeumot, élettel töltik meg a falait, és egy szinttel feljebb emelik a rendezvényt. Ez egy szerencsés találkozás volt, a Történelmi Fesztivál szervezőivel ültünk össze, hogy hogyan lenne érdemes még egy nagyobb szintre emelni esetleg a top 30-at, és hogyan lehetne nagyobb szintre emelni a múzeumi éjszakát. És ezért úgy döntöttünk, hogy a kettőt házasítjuk, mert a házasság mindig jó dolog, azból mindig igazából egy magasabb vegyérték szokott kijönni, ugye a borfogyasztással, és ez nagyon fontos. És akkor úgy döntöttünk, hogy egyfajta szezonnyitóként, nekik fesztiválnyitóként ezt a rendezvényt közösen szervezzük meg. Mind a kettő társaság adót volt, hiszen a Top 30 most már egy több éves rendezvény, és a múzeumi éjszakának is vannak hagyományai. És ezért gondoltuk azt, hogy június 30-án itt éjfélig egy jó beszélgettünk, jót borozgatunk, és közben természetesen a vendégsereg nagyon komoly munkát végez, mert ez a kóstolgatás nem öncélú, hanem ki kell választani a fesztivál borát. És azt hiszem, hogy a Nádasdy birtokok, amely onnan ezek a boroknak a nagy része származik, az mindenképpen összekapcsolja az egész rendezvényt a múzeummal. És hát maga a vár, azért ne felejtsük el, egy olyan történelmi hangulatot áraszt, ahol azt gondolom, hogy egy ilyen esemény mindenképpen méltó körülmények között kerül megszervezésre.
része. Szabó Krisztián, a Nádasdi Történelmi Hagyományőrző Egyesület elnöke megköszönte, hogy ennyien eljöttek erre az estére, annak ellenére, hogy rendhagyó helyszínt választottak idén. Ez is mutatja a rendezvény sikerét, hiszen megint egy új dolog történt városunkban. Végül Vavzsák László, a Top 30 múzeumi borünnep fővédnöke, a Nádasdi Fesztivál boros felületeinek ötletgazdája és főszervezője is köszönetet mondott a múzeumnak, hogy befogadta a rendezvényt. Borral átitatott történelem, így jellemezte a programot. Az est folyamán mozgó programokkal, borsétával, borpontokkal várták a vendégeket. A hangulat zenét Szita Gábor és Cséplő Norbert szolgáltatták. Különleges attrakció volt az üveghárfa, amiről bizonyára sokan hallottak már, de kevesen próbálták ki élőben. Különböző magasságig vízzel feltöltött poharakon volt lehetőség ismert dallamokat eljátszani, Molnár Andrea múzeum pedagógus segítségével. A Szent László évhez kapcsolódóan Vechterné Lakatos Ágnes 4 jelenetet dolgozott fel Szent László életéből, lampionokon megvilágítva, különös hangulatot varázsolva ezzel. A vártorony második emeletén megnyílt Benkő Sándor Földemberek című kiállítása, szintén a boros témához kapcsolódva. Takács Zoltán Bálint 2 történelmi tárlatvezetést, kortúrát tartott a vendégeknek, egyik a fehér, míg másik a vörös borok világát idézte. A történelmi séta végén Vavzsák László bor etikett előadását hallgathatták meg a résztvevők. A helyben vásárolt belépőjegyek mellé egy üvegpohár és egy kóstolójegy is járt, a gyerekeknek pedig friss mustot kínáltak. Vavzsák László azt is elmondta, hogyan kapcsolódik össze a történelem, a múzeum és a borok világa. Évezredek óta, amióta hát egy időben jobban preferálták a bort, meg az alkoholos italokat, mint a vizet, ugye nem volt olyan tiszta a víz, most viszont igazából mind a kettő teljesen tiszta, és hát egy jó bor mellé egy jó víz is jár, úgyhogy én úgy gondolom, hogy magát a kultúráját, a borkultúra meg az embernek, úgymond az evolúció az kéz a kézben jár, és ahogy a technika fejlődik, a borászati technológia is úgy fejlődik egyébként. Mi a tétje ennek az estnek? Az első az, hogy a legnagyobb tétje az, hogy a vendégek jól érezzék magukat. Az a legnagyobb tétje. A másik pedig az, hogy a közönség találja meg azt a bort, amit ő úgy gondol, hogy a szakmai döntésen felül kiválaszt, és az ő neki jobban tetszik. Általában egyébként a szakma döntése és a közönség döntése az el szokott érni. Néha van egy kicsi átfedés, de ez általában el szokott érni. És hát esélyes, hogy ma is eltérhet, mert vannak itt hát nagyon jó bőrben lévő édesborok egyébként, ez édesborral szerintem semmi gond nincsen, fogyasztóbarátabb, mert kicsi maradékcukorra az mind fogyasztóbarátabb. A rendezvény sikerét mutatja, hogy több mint 100-an látogattak el a múzeumba június 30-án este. Azt, hogy melyik tétel nyerte el a közönségdíjat, a Nádasdi Történelmi Fesztiválon hirdetik ki. A fesztivál idei időpontja július 14-16. Benkő Sándor Földemberek című kiállítása nyílt meg június 30-án este a Nádasdy Ferenc Múzeum vártornyában. A tárlat a hónap végéig, július 31-ig tekinthető meg a múzeum nyitvatartási idejében. A kiállítás a múzeum Top 30 Plus borünnepéhez kapcsolódik, egy tematikus, fekete-fehér képekből álló fotósorozat, mely a vidéki lét szépségeit, pillanatait örökíti meg. Benkő Sándor elmondta, nem első ízben társítanak a fesztiválhoz fotókiállítást is, hiszen tavaly a Fotóklub már összeállított egy anyagot, melynek minden darabja kapcsolódott a borokhoz. Idén nem szerette volna ezt megismételni, más irányba indult el, de mégis maradt a boros témánál. Amikor felkértek, hogy erre a bornapra egy válogatást, egy fotókiállítást kellene készíteni, akkor arra gondoltam, hogy tavaly, amikor ennek a bornapnak még az előzményét készítették a fesztivál szervezői, akkor a Fotoklub állított össze egy ilyen zsinór kiállítást. Minden egyes kép a borhoz kapcsolódott, és én arra gondoltam, hogy ezt nem szeretném most az idén ugyanúgy, mert az már kicsit visszatetsző lenne. Tudom, hogy a manapság már nagyüzemileg is készítenek bort, és városokban is készítenek, de általában régebben falusiak készítették a bort hegyekben, kiskertekben, zárt kertekben, és arra gondoltam, hogy egy olyan témát fogok feldolgozni, ami a vidékhez kapcsolódik. És nekem voltak régi képeim, amiket a Földemberek nevű képek köré gyűjtöttem, és ezt módosítottam egy kicsit, illetve gyűjtöttem, válogattam hozzá képeket, és így alakult ki ez a kis kiállítás. Minden egyes képe
vidéken készült, valamilyen módon kötődik a vidéki léthez, a vidéki emberekhez, és így átvitt értelemben kapcsolódik csak a bornaphoz, mint vidéki lét, mint vidéki emberek, földemberek. A kiállítás a hónap végéig, július 31-ig tekinthető meg a Nádasdy Ferenc Múzeum vártornyának második emeletén. A Sárvári Galéria Árcizban nyílt meg Tahin Gyula fotóművész Földrajzok című kiállítása. A tárlatot Dabóci Dénes művészettörténész ajánlotta a közönség figyelmébe. Tahin Gyula fotóművész az 1960-as évek óta egyik jelentős alakja a magyar kortárs fotográfiának. Rendkívüli tónusgazdagságú képei igen gondosan, tektonikusan szerkesztettek, monumentális hatásúak. Korábban készült városalbumai is nagy visszhangot kaptak. Épületfotóért a váci születésű gépészmérnököt többször kitüntették. Újító tevékenységeként a szubjektív természetfotózás első hazai művelője volt. Alkotóként struktúraképekkel megfigyelt vagy megkonstruált mikrokozmoszok leképezéseivel szerepelt kezdetben. Objektívét tágabbra nyitva azóta a világ különböző pontjain felelhető természeti képződményeket fotózza. Földrajzok című tárlata is ezekből a képekből ad válogatást. Délnyugatus a nemzeti parkjainak fantasztikus természeti értékeit is megismerhetjük Tahin Gyula képein keresztül. A fotózás a kanyonokban a falakról visszaverődő fény miatt igen nehéz, képzett fotósok számára is nagy kihívást jelent. Mindezt a művész saját stílusával, látásmódjával ötvözni különleges feladat. A válogatás képei arról szólnak, hogyan alakítják a föld felszínét a ráható tényezők, mint a vulkáni tevékenység, a víz, a fagy vagy a szél. A felvételek többek között olyan izgalmas tájakra kalauzolják el az érdeklődőket, mint Izland, Chile vagy Izrael. Tahin Gyula fantáziát megmozgató, szubjektív földrajzai július 30-ig tekinthetőek meg a Galéria Arcis kiállító termében a Nádasdy várban. Renault legfrissebb európai normáinak megfelelően teljesen átalakult a szombathelyi Renault márka kereskedés. Európában az első között alakítottak ki egy olyan autószalont, ahol az ügyfél interaktívan tervezheti meg álmai autóját, modern, kellemes környezetben fedezheti fel a Renault és a Dacia legújabb modelljeit. A szervizbe érkező ügyfelek is kulturált körülmények között egy kávé elfogyasztása és szabad internet használat mellett várakozhatnak a szalon saját kávézójában. Új modellekkel bővült a Renault eddigi színes palettája. Megérkezett autószalonunkba az új Renault Scenic és Grand Scenic, amely a teljesen megújult külső mellett számos innovatív vezetést támogató technológiával is rendelkezik. A klasszikus vonalvezetésű lépcsős hátú Megánnal egészült ki az új Megán család.
Az új Megane Grand Coupé harmonikus és elegáns megjelenése magára vonza a tekintetet. Kedves nézőink, műsorunkat városi programajánlóval folytatjuk. Július 14-e és 16-a között rendezik meg a Nádasdi Történelmi Fesztivált a Nádasdi Várban. Állandó programok közül néhány, ostrom, hagyományőrző csapatok bemutatói, tábori élet, kézműves vásár, nádasdi borbazár és egyedi gyerekprogramok. Fellép a Balkánfanatik, az Ocsómácsó, a Szolvév és a Cimbali Band. Július 15-re az Országos Nádasdi Ételmustrára a szervezők várják családok, baráti társaságok és egyesületek jelentkezését. Folyamatos zenei programok is lesznek a fesztivál Borbazár kis színpadán. További információ a Facebookon és a www.nadasdifestival.hu oldalon. Éjszakai kötélpályázásra invitál mindenkit a Sárvári Kalandpark július 15-én 20 órától, ami már biztos, sötét lesz. A kalandvágyókat forró teával és adrenalinnal fogják majd felmelegíteni a vendéglátók. Amit szükséges elvinni, az csak a sütnivaló, a tüzet helyben adják alá. A Kalandpark a normál nyitvatartáson túl ezen a napon 20 órától éjjel egyig várja a vendégeit. Műsorunkat ezúttal is helyi vonatkozású sporthírekkel zárjuk. Jól indult a nyár a Sárvár FC-nél, labdarúgó tábort szervezett általános iskolás gyermekeknek, amely akkora sikert aratott, hogy jövőre is lesz folytatása. Stíber Zoltán sárvári születésű válogatott labdarúgó volt a névadója a Sárvár FC által szervezett labdarúgó tábornak. A gyerekekkel a labdarúgás fortéjait Kovács László, a Sárvár FC vezetőedzője, a tábor vezetője és Haraszti Zsolt edző ismertették meg. Három célja volt az eseménysornak. Az első és úgy gondolom legfontosabb, hogy gyerekeknek mozgás lehetőséget biztosítsunk, ráadásul úgy, hogy az iskola befejeztével többet adni a gyerkőcöknek a futballból, mint valójában eddig, amennyit kaptak. A második célja az volt, hogy egy kicsit a saját utánpótlásra több dózist adni, illetve a bejövő gyerkőcöket, akik bejönnek, legalább figyelemmel kísérjük, és tudunk esetleg ügyes gyerkőcöket beiktatni a Sárvár FC, az dupla haszon. Illetve a harmadik része a szülőknek, ugye az iskola végeztével egy kicsit nehezebb a gyerek iránti figyelme, mert még esetleg dolgoznak, és akkor itt 8 órakor letéve a gyereket megmozgatjuk, és úgy 4 óra után, a munka után adjuk nekik vissza, úgyhogy ez a hármas úgy gondolom, hogy nagyon jó összetétel. Milyen elemei vannak a táborból? Mennyi gyakorlat, mennyi elmélet? Úgy alakítottuk ki igazából az egésznek a struktúráját, hogy délelőtt folyamán a technikáról szól, ebben belül a kapuralövések, az átvételek, a cselek, a kis egyéb ilyen technikai dolgok, amiket be tudunk tenni a fejlődésük érdekében. A délután pedig a játékról szól, és a köztes lévő időben van egy ilyen pihenő szakasz, ami olyan 00:30-tól 2:30-ig zajlik, ott pedig különböző elméleti és egyéb ilyen fizikai dolgok vannak, tehát úgy képzeljük el a fizikait, hogy mit tudom én, egy ügyességi feladattal végig kell menni a korláton, hogy tud a gyerek az egyensúlyával bánni, ez egy kicsit ilyen kihívás is a gyerekek számára, hogy tudja és miképp tudja. Nagyon jó visszacsengése van, illetve az elméleti szakasznál tegnap is egy ilyen nap volt például, hogy többet lássanak, hogy megnéztük a 100 legszebb volt a videó alapján a tévében, ezeket egy kicsit elemeztük, amennyire kicsik és ugye rálátásuk van nekik, ugye élvezték, meg ugyanolyan szép gólok voltak, és ebből erőt merítve tudtunk délután edzeni. A gyerekek a rekkenő hőség ellenére nagyon lelkesen teljesítették a feladatokat a focitáborban, és lelkesen válaszoltak a kérdéseinkre is. Itt vagyunk most a Stíber Zoltán labdarúgó táborban. Miért jöttél ebbe a táborba? Hát mert szerettem volna. Meg anya be is iratott. És egyébként szeretsz focizni? Igen, meg le is vagyok ide igazolva. Na, tehát akkor milyen gyakran jársz ide edzésre? Hát hétfőn és sütörtökön kint van edzés, és ennyi. Te hogy kerültél a táborba? Szereted a focit biztosan? Én nagyon szeretek focizni, és engem is anya beíratott, és én is le vagyok ugye igazolva a Sárvár FC-be, és nekem is ugyanúgy sütörtökön és hétfőn van edzés. Mi volt a legjobb a táborban? Az, hogy egész nap focizunk, finom a kaja,
Nagyszerű. Meg jók a társak. És te mit szeretsz, melyik edzést szereted a legjobban? Ezt. Ezt? Amikor mit kell csinálni? Mit kellett ma délelőtt csinálni? Kapura rugás. És hogy sikerült? Jól. Te hogy kerültél ide a táborba? Anya beiratott, és szeretek focizni. Mekkora vagy? Hányadik osztályba mész? Harmadik. És hogyha lesz még ilyen tábor, eljössz még egyszer? Igen. Kovács László edző reméli, hogy jövőre lesz folytatása a Sárvár FC labdarúgó táborának. Bízom benne, hogy ez egy hagyomány lesz, sőt szeretném úgy kibővíteni, hogy nem egy hétre, hanem többre, és így a kicsit a korosztályokat különbontani. Tanulságú szolgált nekünk is, hogy nagyon nem biztos, hogy jó, hogyha együtt vannak a nagyok itt. Edzési keretein belül tudtunk bontani, mert ugye két edző van, de úgy gondolom, hogy egy-egy korosztályra kéne nagyobb hangsúlyt fektetni, és akkor több héten keresztül menne meg. A Stieber Zoltán labdarúgó tábor természetesen elképzelhetetlen a válogatott labdarúgó nélkül. Zoli ki is látogatott a gyerekekhez egyik délután, amikor a közös fotó és a dedikálás sem maradt el. A sárvári Kinizsi Kék Golyó Teke csapata eddigi legjobb eredményét elérve második lett az NB2-es bajnokság nyugati csoportjában. Az ezüst érmek átadásán részt vett Kondora István Sárvár polgármestere. Sárváron ilyen jó helyezést NB2-es szinten még nem ért el a Kinizsi Teke szakosztálya, hangzott el a díjátadón. A csapat tagjainak Kondora István polgármester gratulált a kitűnő eredményhez, hozzátéve, hogy másfél év múlva a város már fel tudja ajánlani a csapatnak a multifunkcionális csarnokban arra elkészülő négypályás versenyzési lehetőséget. A sárvári tekések végig versenyben voltak a bajnoki címért. Ha a szezon végét nézem, amikor egészen az utolsó előtti fordulóig bajnok esélyesnek számítottunk, akkor azt mondom, hogy végig bennünk volt az, hogy már csak rajtunk múlhat. Már híradásokban értesülhettek róla a tekét szeretők, hogy itt történtek bizonyos dolgok, egy elhalasztott meccsen kapcsolatban, a riválisunk elhalasztott, és le kellett volna játszania. Az utolsó két fordulóban az elhalasztott mérkőzés duplán játszották le oda-vissza alapon, és így neki kedvező eredmény született az utolsó két bajnoki fordulóban, így két ponttal lemaradtunk a bajnoki címről, csak a második helyet értük el. Ha a csapat összességét nézem, akkor azt mondom, hogy ez a második hely egy a valós realitás, nem azért, mert aki az első lett, jobb, mint mi, hanem mi még nem vagyunk teljesen készen, reméljük, a jövő szezonban már az aranyére mérkőzünk. A csapatot az összeszokottság teszi erőssé. Nagyon egységesek vagyunk. Azt tudni kell, hogy én 10 évet nem játszottam itthon. Én itt kezdtem a pályafutásomat, 20 évet itthon játszottam, utána elmentem én NB1-be és Szuperligába játszani, és az idén tértem vissza. Így, hogy visszatértem, a csapat 80%-a ugyanaz, mint amikor elmentem 10 éve. Tehát a csapat nagyon egységes, helyi és a környékbeli játékosokból áll össze. A fluktuáció azt mondhatnám, hogy nulla. Igazából kiöregettek játékosaink, őket pótoltuk egy sitkei testvérpárral, akik mondhatom, hogy a környék legeredményesebb játékosai, és meg tudtuk magunknak nyerni őket. És a csapatnak a legnagyobb erőssége az továbbra is, hogy nagyon egységesek vagyunk. Ez nem csak egy teke csapat, ez egy baráti közösség is, akik az edzés előtt, edzés után is együtt tudnak maradni. A csapat bajnoki ezüstje mellé Rozmán Szabolcs egyéni ifjúságiban negyedszer szerzett zsinórban bajnoki címet. Én úgy gondolom, hogy a sok edzésnek köszönhetőleg jobban. Annak, hogy a Doki még mindig mellettem volt, mindig sokat segített, addig hajtotta, még nem jöttek az eredmények. A koncentráció, ami nagyon kell, igen, több edzés, és szerintem az is nagyon sokat segített, hogy ugye játszottam a felnőttekkel is végig, ami szerintem nagyon sokat segített az ifibe is. Ezáltal ugye a nagyok között tudtam dobni, fejlődni, több nagy versenyen bejutottam, ami által láthattam, akár világbajnokokat tőlük segítségért kaptam, ami úgy gondolom nagyon sokat segített abban, hogy sikerüljön 4-szer megnyerni ezt a bajnokságot. És idén meg az Iminek a segítsége nagyon sokat segített, hogy meg lehet negyedszer is. A sárvári Kinizsi Kék Golyó Teke csapata július második felében kezdi meg 3 hetes erőléti edzésekkel a szeptemberben kezdődő bajnokságot, ismét a dobogó legfelső fokát tűzve ki célul. Kedves nézőink, műsorunk végén következzenek ismét legfontosabb híreink röviden. A sárvári kórház munkatársainak szervezett ünnepséget Sárvár város önkormányzata a Semmelweis nap alkalmából. A Fidesz frakció tagjai sajtótájékoztatón értékelték a júniusi képviselőtestületi ülésen történteket.
Újraindult a közéleti kávézó rendezmény sorozat az MSZP és a Híd a Jövőnkért Egyesület szervezésében. 5. alkalommal várt a kézműves tábor a gyerekeket a Nádasdy Vár Művelődési Központ és Könyvtárban. A Nádasdy Ferenc Múzeum szezonnyitó éjszakája adott otthont a Top 30 múzeumi borünnepnek. Benkő Sándor Földemberek című kiállítása nyílt meg június 30-án este a múzeum vártornyában. A Sárvári Galéria Árcizban látható Tahin Gyula fotóművész Földrajzok című kiállítása. Jól indult a nyár a Sárvár FC-nél labdarúgó tábort szervezett általános iskolás gyermekeknek. A sárvári Kinizsi Kék Golyó Teke csapata második lett az NB2-es bajnokság nyugati csoportjában. Kedves nézőink, Hírek 7-kor című műsorunk július 8-i adását látták. Új pénteki mozaikkal július 14-én jelentkezünk, amelyben összefoglalót láthatnak a Fúvós Zenekari Várfesztiválról és versenyről. Új közéleti magazinnal pedig július 15-én jelentkezünk majd. Műsorainkat megnézhetik weboldalunkon a www.sarvartv.hu-n, kövessenek bennünket a Facebookon is, és ne feledjék rádióikat a 96.5-re a Sárvár Rádióra hangolni. A viszontlátásra!